rendkívül szomorúnak tartom, hogy magát konzervatívnak tartó dr. Varga Judit igazságügyminiszter asszony nem akar reformokat bevezetni annak érdekében, hogy Magyarországon a jogszolgáltatás valódi igazságszolgáltatással párosuljon. Nem zavarják azok a sokszor liberális jellegű bírósági ítéletek, amelyek eredményeként a bűnözők jogai fontosak, nem pedig a társadalmi igazságosság. Legalábbis ez derül ki abból a levélből, amelyet válaszként küldött számomra. Még a tavalyi évben küldtem levelet, amelyben nyilván azt kérdeztem, hogy tervez-e ilyen reformokat bevezetni, illetve felhívtam a figyelmét arra a rendszer szintű problémára, amely ma sajnos jellemző Magyarországon. Jelesül arra, hogy nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a tulajdonát védeni akaró, akár úgy, hogy áramot vezet a kerítésbe, vagy áramot vezet a kilincsbe, ember ellen komoly eljárás indul, akár emberölés kísérletének a vádjával, miközben azok a nem egyszer visszaeső emberek, akik egyébként közfeladat ellátó személyeket, buszsofőröket, tanárokat, mentősöket, vagy akár rendőröket támadnak meg, nem kapnak letöltendő börtönbüntetést. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja egyértelmű a kérdésben, mi azt gondoljuk, hogy elrettentőknek kell lenni, és visszatartó erejüknek a büntetéseknek. A Mi Hazánk mozgalom kidolgozta azt a törvényjavaslatot, amely arról szól, hogy azok, akik tetlegesen bántalmaznak tanárt, mentőst, rendőrt, azok bizony letöltendő börtönbüntetést kapjanak. És a parlamentbe kerülve azért fogunk dolgozni, hogy Magyarországon a jogszolgáltatás mellé valódi igazságszolgáltatás párosuljon.